Sziasztok, srácok, Ekkel vagyok, és itt van mellettem Ár. Mindezek előtt el szeretném mondani, hogy találkozó lesz nekünk most Pesten, március 25-én szombaton az Arena Plázában a Tesco előtt. Tudjátok, tehát bementek Tesco valahol, van egy nagy Tesco, és ott előtte fogunk gyülekezni. A folyosón. Így van. Szponzorálás nélkül persze. Ma én szemetik, várjál, 2-től 4-ig. 14 óra 00 perctől 16 óra 00 percig leszünk, de minden le van írva a leírásban, és ezen kívül még a bazsistákban, a Facebookos csoportunkban megtekinthető minden, ott pedig sokkal pontosabban, hogy hol vagyunk, merre járunk, és hogy hány fokos a lázunk is, ilyennek benne van meg a pornám. Az mindig a youporn.com/hackerb1/rp, yeah. Ott meg lehet nézni a videóinkat. Ja, és emellett még annyi, hogy attól az időintervallumtól leszünk egész napodáig, hanem egész napot leszünk, csak abban sőt, még péntekre is ott leszünk. Sőt, még péntek este is. A plázában. Abban a pontban leszünk ott, amikor úgy minden csak rátok fogunk figyelni, a többi pedig ilyen vásárlós dolog lesz nekünk, mert megjött a pénz a Tesco. És az a lényeg, hogy 2-től 4-ig abban a pontban leszünk. Így van. Tesco, és utána pedig ugyanis megtalálhatók vagyunk, csak nem abban a pontban, hanem össze-vissza. Így van. Szóval március 25, Budapest, Arena Plaza, Tesco előtt. 2-től 4-ig, gyertek. Szóval ezt a videót már régóta fel szerettük volna venni. És most jött el igazából ez az ötlet az fejemig, mert nemrég láttam Geri videóját, aki inspirált erre, és Gerit megkérdeztem, hogy megcsinálhatjuk-e mi is, és azt mondta, hogy természetesen is örülne is neki, úgyhogy köszi Geri. Szóval az én nevem Madbulgár Balázs, 17 éves vagyok, és ő pedig Gánya Árpád, 17 éves. De egyébként Árpád Pova. Árpád Pova Facebookon, igen. Szóval ez a videó igazából arra fog szólni, hogy mit köszönhetünk nektek, mert igazából mindent, és hogy milyen a történetünk, a múltunk. Igen, és ezt kiszögezném, hogy aki nem szereti a komoly tartalmat, a hosszabb videókat, az most azonnal kapcsoljon el, mert ez csak komoly, igen. Maximális, minimális. De olyan pici humor lesz benne, nyilván, ami megszokott, de egyébként... Ahogy ez most szeretnétek rólunk több dolgot hallani, amit általában eddig nem hallottatok, akkor nyugodtan maradhatok, mert fogtok hallani dolgokat. Igen, hát jó sok minden. Szóval kezdjük a legelején. 2007-ben, azaz 10 évvel ezelőtt, az áprilisban megismerkedtem, még mikor ilyen nagyon Call of Duty 2-s itthon kockolós időszakom volt, utána ugye erre van egy videónk egyébként, most nincs kedvünk kifejteni. Az egyébként meg is megettem bele. És onnantól rögösen megváltozott az életemnek a körforgása, azóta már minden más, és látjátok, 10 éve még mindig itt ül. Kibaszott büdös, de még mindig itt ül. Azóta sem fülöztem be. Akkortól számítva van az életem, de most ez elég hülye hangzik, de tényleg. Már az előtt meg tényleg nem csináltam semmit magammal. 2011 körül igazából most addig csak voltak a napjaink, hülyeskedtünk, elkezdtünk dolgozni a dolgokon, meg mit tudom én. És 2011-ben elindult a HackerB1 csatorna, július 25-én, tisztán emlékszem rá. Ekkor volt még egy másik fiú is velünk, akivel Minecraft-os videókat csináltunk, még fönn vannak, és nem azért, mert nem szerettem le lusta vagyok, hanem azért, mert mennyire jó emlék, és nyugodtan lehet rá reagálni. Szóval pont ezért lehetünk mutatni azt is, hogy ha valaki esetleg reagálni akar ránk, vagy bántani akar minket, ott van a videónk, baszki. És itt indult el minden. Itt kezdődött a csatornánk, viszont eközben nekem a szüleim elváltak. És ilyenkor bennem egy akkora trauma él, és ez az egész egy akkora trauma volt nekem, nem tudom miért, de valamiért ezt elményen meghatott, mert én nagyon szerettem a szüleimet így együtt, nagyon sok mindent éltem át velük, és hirtelen érkezett ez az egész nekem, és azóta nagyon szorú voltam. Ugye mindeközben én végeztem az általános iskolával, mentem előre az életbe, ugyanúgy basztam a napjaimat, mint most, és amikor elérkeztünk a gimnáziumba, igazából már így az általános iskola is elég örökös, vagy elég jól ment, egészen 8-ig, amikor is megtörtént. Amikor akkor volt ez a nagyon-nagyon fájdalmas érzésem, hogy ez az egész dolog iránt, mert akkor volt egy nagyobb döntésem, hogy hova költözzek. És végül ide költöztem, vagy oda költöztem anyumhoz, utána pedig ott voltak konfliktusok, onnan nagyon sokat menekültem. Deszkázásba fordítottam a dolgaimat, ugye akkor az RP-val, és akkor deszkáztunk. Játszottál egy csomót. Rengeteget játszottam, akkor nagyon sokat megvan, azért van itt ennyi játék itt fönn, mert nagyon sokat játszottam akkoriban. Hát ide költöztem végül. Most ugye itt vagyunk apukámnál, élek már 3 év. Ami azt jelenti, hogy kicsit már jobban vagyok ezzel kapcsolatban, tehát már nincsenek problémáim otthon, de velem még mindig az a baj. Jelenleg ugye a probléma az ott adódik, hogy ugye mikor a szüleim elváltak, nekem ilyen magatartás zavarom lett elvileg. Ami azt illeti, hogy nagyon stresszes lettem, rengeteg agresszív, hogy van ez? Nagyon agresszív lettem, na. Hirtelen haragú és tényleg a dühömet azt kiadom, ha kell. És történt egy dolog, ez lesz a legkomolyabb része az életemnek. Gimnáziumba kerültem, és akkor szakítottam a 2 éves kapcsolatos barátnőmes dologgal, volt is erről a videó, minden, ott nagyon szorú voltam azon az egy pár
héten. Akkor volt egy barátom, aki hát hagyjuk, és vele próbáltam ugye ezt így mindent letárgyalni, meg elbeszélgetni. Legközben beszéltem a másik lányon, ugye történtek itt gondok, én is fia voltam, minden, és akkor hát ideges voltam, mint a kurva élet. És történt egy olyan dolog, hogy az egyik srác az ott az iskolában, hát pofon vágtam, én lényegében most mondjuk ki, tehát megütöttem, és volt egy másik incidens, ami miatt ez miatt egyébként nem is rúgtak volna ki, akkor most ha ki is mondom, igazából kirúgtak a gimnáziumból. Volt egy videóm fönn, ami már privát, már, az iskola magára vette nagyon, azt hittem, hogy róluk készül a videó, ugye már nem szólok bele, múlt idő, én nem róluk készítettem, de azért elmondom, hogy ez volt a dolog. A fő lényeges itt a problémában az, hogy nem tekintették meg a videót, és úgy hoztak ítéletet. Pontosan, így van, ezt. Nem is tudom jobban elmondani. Ennyit számít a YouTube-ozásunk egyébként is, elmondom, tehát hogy tényleg kihat az életünkre, mert például a telefonbilágodás miatt is sokan keresnek már, meg ilyen rendőrös ügyekről beszélnek, hogy engem följelentenek, ez miatt minden. Nem igazán hat meg minket már. És miután kirúgtak, ugye átkerültem egy szakgimnáziumba, ami hát eleinte nagyon nehéz volt, aztán most meg már jól érzem magam ott is, csak annyi, hogy ugye nehezen illeszkedtem be valamiért, ami nekem mondjuk ilyen furra, mert mindig nagyon jól be tudok illeszkedni, mert olyan barátkozó típus vagyok. Egyébként ezt az Ákminak köszönhetem, mert ő is ilyen fajta, és ugye nagyon sok mindent vettünk át egymástól, tehát a legtöbb videónkban észre lehet venni, hogy ugyanúgy beszélünk szinte, mert egyszerűen teljesen ugyanazt átvettük már. Egyébként bocsánat a hangomért, csak beteg vagyok, és most el fog menni valami majd. És az a lényeg, hogy miután kirúgtak, átmentem a szakgimnáziumban, most jelenleg ott tanulok, informatika szakon, és egyébként megmondom őszintén, a célom az ugyanúgy megmaradt, mert érettségim lesz, csak emellett lesz egy szakmám is, tehát sok dolgot nem veszítettem el vele, most egy kicsit jobb iskolába lettem volna, de meg az ARP-t, tehát nem látom minden nap például, egy ilyen ennyi van még benne, delegált tudok találkozni, szóval annyira nem hatott meg az egész, csak szarul voltam ugye egy időre. Aztán nyáron én még mindig rosszban voltam az ARP-ban, azt tegyük hozzá. 9-ben végig folyamatosan. 9-ben egy éven keresztül. Régóta követnek minket, az így bennük volt egy ilyen hiány. Persze, ez egyetlen. A telefonbetyárkodás videó volt az utolsó, amiben benne voltam, és utána egy éven keresztül így konkrétan nem volt semmi fejlemény. Így van. Most nyáron. És most nyárig egészen, amikor volt egy időszak, amikor már tényleg végleg, mert ugye közben összetem. Tavaly nyáron, basszus. Igen, tavaly nyáron volt az egész. Volt egy időszakom, hogy a barátnőmmel megint összejöttem, és utána meg okkal szakítottam vele végleg nyáron, azon a nyáron, ott augusztusban volt egy elvágásom, és akkor megint kibaszott szorul lettem. Ennek örömére én felkerestem az egyik voltoztatásomat, akivel én nagyon elkezdtem járogatni, inni, meg mindenféle hülyeségbe kicsapolni, amit a fiatalok csinálnak, és ezt az időszakomat is megélni. Viszont ez a jó volt, de nem mondanám azt. Igazából nem ezt határoztam meg az életemet, de elég kitevő része volt az egész ennek. Mert eközben hirtelen, így a semmiből találkoztunk az egyik este az Árpival. A sors, nem tudom, nagyon durva, hogy így pont az a este, találkoztam mindenkivel, rengeteg ember gült oda össze, hogy a volt barátaim, mert csak úgy összefutottunk este. És akkor fogtunk ezt az Árpival, hogy ez a... Haragszol? Nem. Barátok? Ja. És ennyi volt, érted? És akkor utána már azóta minden rendben volt, utána még kicsit annyira nem dumáltunk, mert ugye akkor még át voltam szokva a többiekhez, de már találkoztunk, mint a melegek, és akkor idő után visszatért ő is. És azóta ugye van ez az egész. Tehát így lényegében nyolc az életem, most azt akartam elmagyarázni. És most akkor visszatérek megint az elejére. Most mondom el a durvább részleteket. Például voltak nekem ilyenek, hogy öngyilkossági kísérleteim. Tekintve, hogy én nagyon-nagyon rosszul voltam, magam alatt voltam, blablabla. Emellett ugye én kaptam folyton a savat. Ez már ugye 11 után volt, amikor elkezdtem videózni, hogy mennyire gázok vagyunk, hogy mi videózunk, meg hogy... Elítéltek, kinevettek, mert mi nem azt csináltuk, mint a többiek. Hanem mi videóztunk, egy külön hobbit találtunk magunknak, ami mára-mára munkánknak nevezhető. 8-ban leginkább ott nagyon kaptuk a szart, úgyhogy ja, akkor nagyon szorú voltunk, mert nem akartunk videózni, mert úgy éreztük magunkat, hogy gáz, amit csináljunk, és szarul éreztük magunkat a videózás közben is, úgyhogy ez így nagyon-nagyon lazán ment. Aztán utána, amikor így hirtelen föltörtünk, akkor volt az, hogy így hurrá, meg minden. Ja, meg úgy tudod, nekem hosszú volt a hajam, nem tudjátok sokan. Akkor például rengetegen bántottak ugye, és volt egy csajszi, aki egyébként az exem, és itt akik a szomszédban lakott, most már Pesten lakik, ő mondta, hogy vágjam le a hajamat. Levágtam, azután minden máshogy lett, az a haj, az átokkal volt. Ez sütszen kívül mondom, nagyon hihangzik, de tényleg. Miután levágtam, utána minden elkezdett jóra fordulni. Jó, nem annyira, de kicsit már jobban lettem tőle. A haj lett az a képi megfogalmazás az életedben, ugye? Ja. Tűnik, akkor jó lett az élet. Egyébként kajak, és így, hát, az működött egyedül, és ja. Hát igazából ennyi, tehát szar volt, de egyre jobbra fordul, és például most megismertem csodás embereket. Itt van az Árpi, baszki, akit azért 10 éve ismerek, és hát mégis jó kapcsolatot ápolunk. Verekedünk. Szadalmazunk egymást, most hétvégén Pesten is.
Engem fognak. Jó, amúgy Bogyó lesz majd, ő pucéran kell rohangálja a arénában. Oké. Mert én megismertem az Évit is, aki hát jelenleg egy meghatározó rész az életemnek, szóval... És ez még lesz. Persze nehéz volt a megismerkedés, de most. Hát igen, ugye a én hülyeségemre hála, nagyon sokszor veszítettem el őt is. Na mindig, hát igen, az általán sokat köszönhetek, ne hagyjuk a... Én tényleg ezt nem is mondtam, hogy neki reggetet köszönhetek. Tehát ha most ő nincs, ki tudja mi lenne, lehet, hogy Pikorizon a legjobb barátom. És akkor ennyit erről, ennyit rólam. Szóval még egyszer összefoglalom gyorsan. Elváltak a szüleim. Öngyilkossági kísérleteim voltak. Átmentem gimnáziumba. Kiúrtak a gimnáziumból, átmentem a szakgimnáziumba, megismertem az Évit, és megy tovább az életem normálisan, remélhetőleg. Hallgassuk, Árpi! Hát, 2000. március 8-án születtem, nyúl szájos hibával, rendellenességgel. Erről azt kell tudni, hogy van egy oldalú és két oldalú nyúl száj, vagy mások toroknak, valami azt mondtam én nekem. Farkas torok, nem tudom, valamelyik a kettő közül, ami annyit jelent, hogy nektek, ami fönn van a szájpadlásatokon, a főgerinc, az a vonal, az itt a csecsemőknél valamilyen rendellenesség és a terhesség közbeni állapotban, ez nem jött így, nem nőtt össze a fejlődés során. És vagy egy oldalon, ez úgy kell elképzelni, hogy van az orrnak az egyik oldala, meg a másik oldala. Az egy oldalú az, hogy valamelyik oldalon kettő közül nem forr össze, és lesz egy rés az orr, egy repedés, egy hasadék az orr és a szel között, ez végig a torkon. Amíg jön a kettő, szóval egyben lesz kötve. Ez két hetesen megműtik általában a csecsemőknél, ahogy nálam is ez történt, szájpadzáró műtésnek. Műtétnek hívják. Ez ami igazából nekem nagyon meghatározza az életemet, mivel hogy ezzel a rendellenességgel vagyok ellátva, nagyon sok dolgot miattak köszönhetek és nem is. Például elsősorban, hogyha már itt tartunk, akkor köszönhetem azt, hogy nem két oldalú, mert a sokkal csúnyább, mint az egy oldalú, és még mai napig mondják, hogy miért fel, de a szám ez ennek köszönhető be, és hogy miért nincs felső bal fogsorom, mert nem, nincs felső bal fogsorom nektek jobb, mert nekem van felső jobb, azaz bal fogsorom, csak az a helyzet, hogy a fogaim nem úgy nőnek, és még a mai napig fogszabályzásra járok emiatt. Visszatérve, több mint. És itt hogy leszögezném, hogyha valaki ugye ez meg lesz az Árpinak, az olyan, mintha én messzhannék annak, hogy Rákos az anyád. És emellett ugyebár több mint 18-szor műtöttek már életem során. Lehet, hogy ez miatt is vagyok most olyan fakultáción az iskolába, szakon, ami az orvostudományhoz köthető. Hát Ódában már kezdődtek ezek a problémák, hogy ott is legalább 4-6-szor megműtöttek, mert ilyen korrupciós műtét, hogy a kinézetem valamennyivel jobb legyen. És ugyebár ezek nyomot hagynak az embernek a lelkében. Hogyha ebben a videóban esetleg elsírom magam, az lesz miatt van. Komoly hangvételi. Én a végén akarom majd. Mert én már... Tudom, hallom. Akkor nézzük meg, köszönjük, akkor elfangsítom. Fontos tudni rólam, hogy alapvetően jó barátkozási dolgaim vannak, de alapvetően ha ez miatt a lelkemben van egy égési sérülés, amit hogyha piszkál az ember, akkor fáj szokott. És felvállom nyitom, hogy sírom most is. De csak azért, mert ezt piszkálom, most is csomogatom. Minél többször nyomogatom ezt a sérülést, annál jobban fáj. Tudom, sokszor mondják azt, hogy nem látszik, nem azt nézik. Viszont nekem bent ezt érzem, hogy amikor rám néz egy ember, akkor én ebből ezt érzem, hogy ők ezt nézik bennem. Azt nézik, hogy én hogy nézek ki. Emellett még az is hozzájárul, hogy az arcbőröm nincs rendben. Hormonális háztartásom, mint átlagban minden tinédzsernek patlanásos lesz az arc az embernek. Ez most én egyszer elment a kozmetikushoz, nem tudom miért tartott eddig, 16 éves koromban. Megcsinálták, most kevésbé látszik, mert szépen kitisztították az arcbőröm, szóval mindenkinek ajánlom az ilyen dolgot. Köszönöm. De hogy azon is basztattak, hogy én hogy nézek ki, nyúl számban, hogy milyen felde szám van, én pontosan undorító vagyok, emellett szemüveges vagyok. Ami megint egy, van egy normális ember, és kap egy szemüveget, akkor már rossz. De még erre rá, erre a kettőre rá, kinyírja a lelkedet. Hát igen, ezek így meghatározzák így általában az életemet. Tudom, hogy általában, hogyha ránéz egy ember, akkor igen, furcsa, de így megszokja egy idő után azt, hogy én ilyen vagyok, ilyen a szám. Azt mondja, hogy ez is a videó. Na, és
mivel ez a három így egyszerre van az életemben, így aki elkezd engem bántani, akkor jön ez a belső érzés, hogy akkor ez miatt vagyok én bántva. Ami ismét a heget a lelkembe üti, és emiatt, ugyebár én a lányoknál, az önbizalom hiánynál jelenkezik. És egy csomó ideig, 15-16 éves koromra lett az első barátnőm. Hát igen, az első barátnőmnek köszönhetek nagyon sok mindent, így magabiztosságilag is, mert ugye mert Balázs, amik közben én nem tudtam szerezni barátnőt, meg volt sok. És ezáltal így tudtam tapasztalni rajta. De azért aztán azért nem próbáltam segíteni? Ne, de próbáltam sokszor, csak ugyebár mindenki eleven lekezeli velem, és nem veszi figyelembe, hogy alapvetően milyen érzékeny lelkismeretem van ezek miatt. Ennek köszönhetem azt is, hogy máshogy látom a világ, más szemben. És szóval sokkal több dolgot látok, mint egy-két ember. És ja. Így lett egy barátnőm, akivel persze nem voltam sokáig együtt, mert kényszer kapcsolatban voltam, viszont még mai napig a legjobb barátnőm. Mivel van kapcsolat után barátság, létezik, de kapcsolat előtti fiú és lány barátság nem létezik. Kivéve, ha körülbelül 10 vagy 7 éve ismered az adott személyt, de hogyha most megismerkedsz egy lányon, nem lesz fiú és lány közötti barátság, ezt most leszögezném, csak hogyha esetleg kapcsolat után még szóba álltok egymással. Én általában így vagyok minden egyes lányon, hogy hiába akár, hogy alakulnak a dolgok, mert általában mindenki friendzone barát, mert csak egy barátnőm volt, igen, egy barátnőm volt, jaj, szóval. De az nem azt jelenti, hogy nem kavartam máshol, vagy nem csókoloztam bárkivel, vagy történtek egy-két dolgok, de hogy alapvetően egy normális barátnőm volt, és most, hogyha próbálkozok én egy lánynál, akkor egyben jön ez, hogy a múltbeli problémáim megint jönnek elő, hogy ezért engem elutasítottak, és külső adottságokat néznek. Mert ugye már lehet válogatni, meg a lány határozza meg azt, hogy kivel akar lenni, szóval ezt így értem, meg tiszteletben tartom, hogy oké, akkor van más, és nem én. Nem elégiben, mivel ilyen sokat tapasztaltam, így úgy állok a dolgokhoz. Az előző, ami most történt nemrég a múltban, nem akarok neveket emlékezni, de úgyis nézi ezt a videót, szóval magára fog ismerni, felmentem hozzá, és játszott velem az érzéseimmel. Viszont én belül ezt tudtam, hogy oké, rendben van, viszont én kívülről nem akartam elfogadni, hogy ez így lehetséges, de így belül volt egy ilyen érzés, hogy ez így fasság, ez nem lehet, és fasz, ott hagyott engem, játszott az érzéseimmel, és húzta a dolgot. És amikor így ezt így belém kötöttem, hogy ja, várj, ez és ez miatt nem, akkor jönnek ezek a hülye kifogások, és igazából csak simán játszott velem. És ugye már ez megint égő nyomot hagy, és megint egy heget, még egyet, a hegem, hogy szórakoznak velem. Így igazából ezáltal tanultam egy csomó mindent az életben. Ez nevezném igazi legjobb barátságnak. Szóval mind barátság. Hamis boldogságot is szívedjük a videóinkban. Igen. Azt elmondom, nagyon sokszor, rengetegszer volt ilyen, hogy sok videónkban látszik, főleg nekem még ott a régiben, és most az Alpinnál egy-két újban. Például tisztázunk mindenben, mind a ketten elég szarú voltunk. Esküszöm, nem tudom észrevetted, de magadon is olyan fura, igen, és rajtam is olyan fura látvány látszik, olyan nem olyan mi, hanem olyan szomorú mi. Igen, és akkor azt hiszem, hogy volt mindkettőnk keresztül. Mindig van valami problémánk, akkor látszik, hogy színleljük a boldogságot, de sajnos muszáj, mert relevánsra kell valami a csatornán. És emellett, végez a sok fájdalom mellett is tudunk mosolyogni. Hát ez nem a másik, igen. Így lassan el is érkezünk a videó végéhez, viszont előtte még lezárnék egyet, hogy eszméletlen sokat köszönhetek a sok barátomnak, legfőképpen Balázsnak. Persze emellett még van sok, akik most szereztem, és most is velem tartanak régóta. Mindenkinek köszönöm, aki pozitívan állt hozzám, és elfogadott. Itt kiemelném Ginát, mert ő tényleg... Mert ő most az, aki az miatt szeret, aki vagyok. És nem az miatt, amit én adok neki, amit hamis mosolynak hívunk, hanem az, aki vagyok valójában. Szóval köszönöm szépen részemről, és akkor légy szíves, fejezzük be itt így lassan a videót, mert így most a nézőkre visszatérve, hogy igazából nagyon sokat köszönhetünk nekik. Hát nem állunk zsákba macskát, hogyha azt mondjuk, hogy miattatok vagyunk topon. Igazából miattatok nem látjuk a valóságot, és inkább foglalkozunk a YouTube-ban, mint a most saját életünkkel, és csináljuk nektek inkább a tartalmat. Nagyon köszönet mindazoknak, akik néznek minket, nagyon köszönet mindazoknak, akik támogatnak minket, és a kollégáknak is, akik videós kollégáknak is, akik nem azt mondják, hogy köcsögök vagyunk, hanem elismerek minket, azok is nektek köszönet. És szerintem a magyar YouTube közösségnek is, akik velünk voltak eddig. Az elején is, most is. Köszönöm szépen mindent. Most nélkületek? Nem lennék itt, ahol most vagyunk. És hekik lennénk. És hekik lennénk.
Szóval köszönjük szépen, hogy most is megnéztétek ezt a videót. Ha szeretnétek még nem pont ilyet, de komoly hangvételű videót, és esetleg végignéztétek ezt a 20-30 percet talán, akkor szívesen gyártunk nektek. És szeretnénk kapni a visszajelzéseket, hogy szeretnétek látni még ilyet, hasonlót. Köszönjük szépen, srácok, a figyelmet. És folytatjuk tovább, mert nektek élünk. És még mindig nem azon vagyunk, hogy 40 ezer feliratkozónk van, nem erre kell erre mindig izelni, csak legbüszkébbek vagyunk, hogy ennek a 40 ezer embernek tudunk nyújtani tartalmat, mert ez pedig a basisták csoportban például részt lehet venni, hogy tényleg mindenki összetart, és... És ha te is basistának érzed magad, akkor csatlakozz reklám helyen. És kajak, ilyen. Igazából ez a videó csak arról szólt, hogy mik vagyunk mi, honnan jöttünk, mit csinálunk, és hogy milyen az a hamis boldogság, amit mutattunk a videóban. És köszönjük szépen ismételten mindenkinek. Mindenkinek. Én szeretném külön megköszönni, most mondok egy-két nevet, ha nem haragszol. Royal Szabinak. Most itt mondok egy videóst. Royal Szabi közöltek el, ezt most nagyon gyorsan elmesélem. Volt egy időszak, amikor abban akartam hagyni, mikor nem volt árpész, nem is tudod, csak hogy nem voltál itt ugye. Az Royal Szabi között nekem este egy hangüzenetet, miközben rántottát csinált. Még mindig emlékszem tisztán, és elmondta, hogy nem éri meg abba adni, mert van bennünk tehetség, mert föl fogunk törni, és föltörtünk, úgyhogy Szabinak egy nagyon nagy köszönet. Geri, aki most tört föl nemrég, rengeteget beszéltünk nagyon régen a Gerivel, és most nemrég is beszéltünk egy kicsit, és nagyon sokat köszönök neki, hogy motivált minket, nagyon szereti az árpát is, és engem is, és neked is nagyon megkocsuk Geri, igen, egyébként tényleg Geri nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Persze, Szabit is szeretjük, csak most. Persze. És emellett én személyesen szeretném megköszönni Évinek, hogy vagy nekem, ugyanis rengeteget jelent, és hát nyilvánvalóan a szeretett nagy úr, és te valakinek? Még a kezdetén fanmade-makernek. Ó, persze, tényleg a Marci. Fanmade-makernek köszönjük azt, hogy igazából 4000 feliratkozónk volt, neki volt 30000, és foglalkozott velünk, ember számba vett minket, és képes. És a mai napig. És még a mai napig. Legutóbbi videónkon felgyújtottuk a babát, azt a Marcinak köszönhetek, hogy elkészült, mert az ő kérésére jött létre. Igen. Bolzer volt, aki még persze most elhúzott mellettünk, de most szegény gyerek meg van akadva, de... Nem bántás volt, de tényleg, hogy most vannak jó tartalmai, vannak rosszak, és emellett igen, most sajnos keveset beszélünk vele, viszont ő volt még egy nagyon jelentős személyiség. Hát ő régóta ismerjük, ja, az biztos. Nem akarom még, az a baj, hogy most ezt nem kellett volna csinálnom, ezt a megemlítést, mert valaki kiadjunk és meg fog sértődni. Igen, de egyébként minden egyes. Most nem tudok felsorolni neveket, sőt most újabban jött az Owen McKendy is, tehát rengeteg mindenkinek köszönjük szépen ezt a segítséget, YouTube-osok közül mondtam, nektek nézzük meg, ja meg gondolom, hogy csinálsz szeretett volna megemlíteni, még most itt belepofáztam, Szolgás és Balázs, nyilván az árkőbb. De meg is említettem, csak elsírtam. Igen, a szeretett nagy úr, itt is. Na, szóval ennyit erről, nagyon szépen köszönjük, hogy vagytok nekünk és csináljuk tovább, természetesen. Ugyan lehetünk találkozni majd akkor most hétvégén, ott beszélgethetünk bármi, mert ott tényleg ilyen kis, hogy hívják ezt, ilyen családi hangulat lesz. Remélem, hogy nem ilyen 130 ezer előtt között. Jó, de Nagy van. Sziasztok, srácok! Hello! Feel like I'm the only one. Yeah, y'all gon' have to do better. I can't believe what I'm seeing. All this bullshit going on, the industry is deceiving. All the masses pitching rappers as these independent grinds. Meanwhile, there's been a label right behind them the whole time. Fake shit, call it out. You a plug before your first song. I was putting in